Biopszia. Balenciaga. Miattak? Mi történik? Nekem is kell ilyen valami mondani? Nem kell. Biopszia. Szia, Anger Zsolt a vendégünk, és csak az nem tudja, hogy ki ez az Anger Zsolt, aki egy barlangban él, ahol nincs HBO. De volt itt valami köszönés, én hallottam. Olyan, nem tudom, mi volt az. De a biopszia az mi is? Az a boncolás, nem? Valami ilyen mintavétel. Biopszia. Ilyen, nem tudom, nekem most volt a nyakamból, vettek valamit, ki kell, van egy ilyen töpletiker szarkómaszerű valami, amit ki kell műteni. Itt látsz, direkt azért ülök úgy, hogy ne látszódjon a kamerába. Itt van, látod? Ez a hallgatóknak mondom, hogy ez egy ilyen 3x4 centis, nyomja az összes ideget az agyamban. Atya úristen. Semmi baj, mert a műtét mellékhatásai között csak 3-at sorolok föl. Teljes féloldali bénulás, kóma, halál. Tehát ez a 3 az, amitől egy picit félek. Bocs, viccelni akartam, de ez komoly. Hát le van írva erre a papírra, de valószínűbb egyébként, hogy csak az alsó ajkam lesz béna egy életre. És akkor nem fogunk tudni mozgatni. De hát ez most nem az egészségpercek Márkóval, hanem a Márkó is. Ezek az egészségtelen percek. Megcsináltam a hangulatot, nem? Beteg pillanat. Na, de hogy itt van velünk Anger Zsolt, és nem csak azért hívtunk, mert nagy rajongód vagyunk, hanem itt egy No Man Est Omen, tehát ez egy mérgelődős műsor, és hát azért az Anger, Anger... Angry Zsolt. Angry Zsolt. Szóval, hogy... Igen, de képzeljétek el, hogy a nem angolul, angolul ezt jelenti, de nekem német nevem van. És németül azért sokkal szeridebb, mert németül azt jelenti, hogy rét. Na hát, hogy nem akár kiülít velünk. Nem akár kiülít velünk. Muszáj egy kommentet felolvasnom a múltkori adás után, a Barna kapta, hogy Barna Bakker, mi ez a pornós bajusz? És itt még nincs vége, mert van még egy komment. Drága Barna, mi ez a bajusz? Kérlek, mondd meg, hogy milyen mesefigura akartál lenni, amikor ezt kitaláltad, és jött rá egy válasz. Nem tudom, hogy ez milyen mesefigura. Nagyapós, réten kaszáló Józsikás. Mesefigura? Én azt értem, hogy mi ez a pornós bajusz, hát mi lenne? Egy pornós bajusz. Pontosan. Mi a kérdés? De akkor ez most egy ilyen kezdődő karrier, ami... Nézd, én nem mondok nemet, semmire várom a de nem most kezdted, mondjuk egy óra múlva kezdődjön ez a karrier. Amíg itt vagyok. Megvárom, hogy elmenj. Tényleg ez már az. Ez most az. Jó fáj. Let's bucsit. Az a baj, hogy elromlott a mosógép, meg tudnád szerelni. Ajaj. És pizzát hoztál. Újpesti adok-veszek, zárójel klón csoportban találtam. És ez nagyon érdekes, hogy mi történhetett az eredeti újpesti adok-veszek csoportra. Tehát van egy klón csoportja. Találjátok ki, hogy miről szól a hirdetés. Ez egy apró hirdetés. Ingyenes, elvihető vagyok. Sziasztok, szeretnék új gazdit találni, aki tud rám időt szánni. Vannak hibáim, de hát kinek nincs. Tudom a dolgom, működök is, ha rám ülsz, teszem a dolgom, és jól megmozgatlak. Nem vagyok könnyű eset, van bennem anyag. Állapotom a képen látható. Ha akarsz, átvarázsolhatsz. A régi helyemen sehova se férek, új családot keresek, hűtlenek, kiméljenek. A dolgot csak annyi, hogy gyere értem. Sugar Daddy. Így van. Egyik mit mond a pornós, mosógép. Nem, kérlek szépen. Kérlek szépen, lovaglógép. Egy nagyon lehangoló, úgy néz ki, hogy ilyen evezőgép, és egy ilyen rossz lambérja előtt van lefotózva egy ilyen konyhakövön, egy lovaglógép, és tényleg nem fér el sehol, tehát látod a képen már, hogy nagyon szűkös. De már, hogy úgy lovagló, tehát egy sportügyi lovaglógép. Ez egy sportügyi lovaglógép. Ez egy sportügyi lovaglógép. Nem egy pornóügyi lovaglógép, nem, mert a Barnának is van egy ilyen pornós szalonja, de az teljesen más, az ilyen barbersoposabb elgondolás. Te is lehetnél, mert ugye neked otthon ez a beceneved. A lovaglógép. Hálásak, hogy nem nekem kellett kimondani, köszönöm szépen. Jó, de akkor gyorsan még egy apró hirdetést hadd olvassak föl. Sziasztok, ivartalan társat keresnék nőstény 6 éves tündér mellé Sopron környékéről. Tündér? Ez az. Tehát ha valaki tud ivartalan hím tündért, akkor légy szíves jelentkezett. Nem, mert azért mégsem kéne, hogy elszaporodjanak a tündérek, gondolom. Sopron. Szóval kézzétek el, hogy elmentem ügyet intézni, de már így visszajárok, mert ez már ismer... Videókazettákat vásároltam. Kat, igen. Meg ilyen liftekből kiszedted a kazettákat, nem ugyan liftzene megyen. Szóval, és már visszajárok, mert ismerem az embereket, és megyek oda, és nézem, hogy a liftem kín van, de egy ilyen gyanúsan új nyomtatásban, hogy csak maszkkal lehet belépni. Tehát nyilván nem hord már magánál senki maszkot, bemegyek, fölmegyek a liften, belépek, ott is mindenki a titkárnő, mindenki maszk van, bemegyek az illetőhöz, kezet fogunk, leülünk, és mondom, hogy hát mi történt, hogy újra kitört nálatok a Covid? Nyilván miután kezet fogtunk maszk nélkül, mondta, hogy, és akkor mondja, hogy
Ja, nem, hát kezdek, terjedne egy ilyen 2-3 hete egy ilyen hányos fosós vírus, egy ilyen nagyon kemény, a múltkor elkaptam, hogy mentő jött értem, nem vitt el, de mentő jött értem, én megmondom, hogy ja, jó, szuper, akkor tök jó. Szóval, hogy oda sem megyek többet. De miért nem szóltak? Mert kim volt a tábla, csak hát ugye gondoltam, hogy ez csak kimaradt a Covid miatt. Hogy hagyjatok magatoknál maszkot, ennyit akartam most. De nektek pornósoknak nincs egy ilyen egészségügyi könyvét, egy ilyen kis kártya, amit mindig visztek magatokkal, tudod, a folyamatos tesztek miatt, hogy a forgatásokra viszed, és ez nincsen? Vagy? Nem tudok róla. Hú, te ilyen zúgpornós vagy. Engem folyamatosan nagyon régóta konzekvensen idegesít, de erre most is, ma is rácsodálkoztam, hogy emberek, akik nem sietnek. Kurvára idegesít, aki nem siet. Megáll a két sor találkozásánál, tehát mondjuk egy üzletben, megáll a kurva egy bevásárló kosarával, amiben van egy darab biztosíték, egy. Vagy egy fésű, vagy egy kis tasak majonéz. Megáll, és úgy nézi a golyozógépet, ami 197 ezer forint, mint hogyha tényleg, tehát, mint hogyha az most tényleg óriási gond lenne neki, hogy ezt megvegye, vagy nem, de közben úgy áll meg, hogy pont a kosarával, tehát a sort is, meg a főútvonalat is elzárja. Hú, de idegesít. Nagyon. Idegesít. Nagyon. Vagy aki csak úgy lassan mer sétálni az utcán, hogy nem akkor megy el, nem akkor indul el a zebrán, amikor zöld lett a lámpa, hanem még egy kicsit ráhagy. És csak úgy elmegy, úgy előttem evickélve. Az olyankor kellemetlen, amikor van egy ilyen jobbra kanyarodó sáv, és akkor látja, hogy az autó rá van engedve az átmenő gyalogosokra, az autónak villog, hogy vigyázz, meg gyalogos. De kéne a gyalogosnak is villogjon, hogy vigyázz, meg autót. Tehát nem most kezdje kikeresni nem most kezdje tinderezni, és akkor minden egyes arcot végignézni, hogy jó lesz, jobbra húzom, vagy balra a zebrán, hanem skerázzál át, hogy az autó is el tudjon menni. Mert van olyan kereszteződés, ahol egy autó kanyarodik el, átmegy öt a gyalogos, sétálva, tehát nekem jogom van itt lenni. Tehát ez az önérzetes gyalogos. Tudod, ez az önérzetes gyalogos, igen. Az. Úristen. Nekem két mentális állapotom van, amikor BKV-zom, megyek le a metróhoz, és akkor ugye megállnak előttem előkeresni a bérletet. Iszonyatosan fel tud idegesíteni, azaz, miért ott nézi, miért nem áll félre. Nem számítottál hogy rá? Ő már tudja, hogy igen, miért nem tudja már a mozgó lépcsőn. És a másik az, amikor viszont én nem vettem elő, cserébe meg akarom büntetni az egész BKV-t, a teljes BKK-t azzal, hogy tudod mit? Akkor itt fogok megállni mindenki előtt, hogy ne, leveszem, meg. Persze, kinyitom, persze, megkeresem, előveszem, megmutatom, csipansz le, visszarakom, visszacipzározom, fölveszem, és akkor megyek. Tehát, hogy kollektív az egész várost büntetem azért, mert miért kell nekem jegyet bemutatni. De egyébként ugyanez mozgó lépcső, mamut, és akkor tudod, a mamutban tehát egy csík lépcső megy fölfele, egy ilyen egyszemélyes csík megy igen. Így fölfele, tehát egy világváros legnagyobb üzébe egy csíkon tudsz így feljutni, és akkor így megállnak, hogy hallod, anya, most akkor tehát elindulnak fölfele határozottan az első emelet irányába, de megáll a mozgó lépcső aljába, és elkezdi nézni az emeleteket, hogy hallod, akkor most akkor ne menjünk be mégis inkább ide előbb a cipőboltba. Nem tudom, Flaci, menjünk inkább föntről jöjjünk le, jó, föntről jöjjünk le, már majdnem elindulnak, és akkor inkább várjál. Ne. A kocsi kulcs, hova tettem a ezért? Parkoló cédulát, és akkor az ember addigra már úgy van, hogy minden vágó eszköz kinyílt a zsebébe. Persze, mert én azért megyek valahova, mert már ott akarok lenni, illetve nem akarok ott lenni, ahol voltam, meg ott sem, ahol pont most vagyok. Igen, én de nem látom ennyire filozófikusnak, illetve még ennél is jobb, de inkább ezt ilyen társadalmi betegségnek. Tehát nem jön rá, hogy te én vagyok. Érted? Hogyha tehát, hogy, az, hogy ez egy közösség. Igen. Tehát ez nem az, hogy van 10 millió ellenség, bazeg, akit le kell győzni. Hanem, hogy... 10 millió ellenség. Ha, bazeg, de nem úgy élünk. Van 10 millió ellenséget. Hát figyelj, most nem tudom, elárulhatjuk-e a hallgatóknak, meg a nézőknek, hogy most 3-4-6 van Pesten. 8, mi ez 8. kerület? Ott vagyunk.
Mindegy, jó, hasonló. Nem mondom, mert jönnek kis táblákat tüntetni, hogy szüntessük be a műsort. Jó, bocs. Jó, tehát itt vagyunk Pesten, 3-4-6-ra kellett nekem jönni ide a műsorba, és ezt én az első akadálynak láttam, hogy vettek, azt tudtam, hogy nehéz lesz majd itt ez az egész, de ez volt az első akadály. Tehát figyelj, megjönni ebbe, és az az a fórum, tehát a közlekedés szerintem ma Magyarországon az a társadalmi fórum, ahol a legtöbb emberrel találkozol. Ha mész az utcán, és belehallgatsz ilyen beszélgetésekbe, amik csak ugye villamos megállóban, vagy csak ugye... Ez nagyon jó behallgatni. De kettő téma van. Kettő. Ami általános téma. Az egyik, az kinek a pénz. Kinek a kurva anyját? Az egyik a pénz. Hát a 300 forint, 400-800 forintba kerül már, nem? Hát, ó, 120-160, tojár, de a tojár mennyibe kerül? Múlt héten még nem annyi volt, most meg már amannyi. És a másik téma meg az önigazolás. Hát megmondtam a Molnárnének, hogy nehogy már Molnár, nekem... Vigyázz magadra, jó legyél, ez az ilyen önigazolás, hogy vagyok. Én majd én megmondtam, nehogy már ő mondja, hogy erről van, itt érdekel neked. Tehát ez lóvé meg önigazolás, ez a kettő megy. És nem hallok egy olyan beszélgetést, hogy hallod, neked hanyas lett az éhád töriből. Tehát nem is tudom. Tehát, hogy így... Hát itt azért hallasz mást is, nem? Hogy elromlott a mosógépem, hogy meghoztam a pizzát. Szóval, hogy én alapvetően elég neurotikus vagyok. Ugyan már? Jaj, ne mondd már ezt már. Elég ilyen szigorul magaddal. De az vagyok. És hogy van ez az ilyen szükségtelen, teljesen fölösleges bűntudat. Például... Tehát ez a folyamatos stressz, ez a gyomorgörcs, hogy valamit rosszul csinálok, hogy emiatt el fogok kározni. Biztos, hogy a pokorra jutok. Például közértben kimérem a szőlőt, zacskóba lemérem, nem akarom megvenni, na és akkor visszarakom. És ez a stressz, hogy engem, yes. Hogy ezt szóval látja. Te vagy az. De tényleg, te vagy az. Tehát zacskóstól? Hát van ilyen, hogy előfordul. De zacskóstól rakod vissza? Zacskóstól. Hát aha. Van ilyen, de nem, és nagyon ritkán, pont azért, mert megpusztulok a bűntudattól, de hogy közben meg azért ilyen előfordul, nem, hogy egy lemért árut az ember végül nem akar megvenni. Csak én pont hoztam már egy ilyen témát. És pont hoztam már egy ilyen témát. Hogy kik azok? Esküszöm, hogy hoztam, kik azok? Amikor megyek a kasszához a szupermarketbe, és látom, ahogy ott az ilyen kis kindertejszeletek, meg a rágók között, bazd meg, gépsonka, túrorudi, kertészkesztyű, kalapács, gyerekzokni. Hogy ki az a kretén állat, aki visszateszik? Mi történt a fejében, hogy meggondolta magát az, két perccel? Az, hogy sorba egy 25 percet, és nem fogsz visszaszaladni. Tehát, hogy azt lehet még csinálni, hogy odaadod a kasszásnak, hogy hát, hogy ezt köszönöm mégse. De mi történt, amitől meggondoltad magad, hogy nem kéred ezt a szőlőt, közben elment lehet, hogy a még kedved? Sincs nálad annyi lóvé, vagy elment a kedved, vagy nem. Nem tudom. De egyébként meg, figyelj, ez annyira nem probléma máshol. Tehát például Olaszországban, ott akkor egyből odajön egy, így csináltam egy izével, amit szintén nem akartam megvenni. És bennem is följött ez az izé, hogy jaj, hát mégsem teszem ide le a pultra. És kivettem a kosaramból valamit, amit nem akartam megvenni, és tettem egy ilyen gesztust, hogy hát hova kéne ezt tenni, és megjelent egy alkalmazott, és azt mondta, hogy tessék csak ideadni, majd én mindjárt visszaviszem a helyére, és elvitte a helyére. Tehát, hogy ez, hogy is mondjam, ez egy szolgáltatásám, tehát az nem az van, hogy te bemész, és akkor kötelező vagy dolgokra. Ja, persze, de egyébként persze. Tudod, kinyílik a pénztár, és akkor azt mondják, hogy lehet jönni! Jó napot kívánok, nyitva van ez a kassa, és tessék ide, nyugodtan ide fáradni. Ez 4 másodperccel több meló. Van egy ilyen, valamelyik... Elmondani, és de hogy valahogy úgy jobban érzed magad. Persze, van egy ilyen szupermarket lánc, ahol egyik pillanatról másikra az összes kasszásnak meg lett mondva, hogy ne így kommunikáljon, hanem azt kellett mondani, hogy legyen szíves. És akkor ebből azért, hogy legyen szíves! Legyen szíves! Legyen szíves! Igen, az félre van értve. Nekem ma mondták a rögönyön, hogy ide teszi a mellkassát, mondom, ide teszi a mellkassát, ide áll, állat föl, mondom, állat föl, kicsit közelebb, mondom, közelebb. Tehát jelen idő, kijelentő volt jelen idő. Nekem leszólítson állatnak. Nagyon el vagyunk tévedve. Ja, meg a másik kedvencem az a, tudod, az a
Adrien, gyere, légy szíves, a kettes pénztárat. Köszönöm, Adrien. Ez a... Tehát nem kell, Adri, köszi, Adri. Tehát ezt le, úristen, és ezt először azt hittem, hogy ez csak úgy egy ember valaki ezt így elkezdte nyomni, és így rájöttem, hogy ez egyszer csak így felfedeztem, hogy ez valaki ezt így, ez nem tudom, egy HR-es, vagy egy valami okos marketinges, vagy nem tudom ki, a tököm ezt kitalálta, de ez annyira kellemetlen, mert ugyanis le tudod fordítani, hogy azért jobb lenne, hogyha megdöglenél, de tényleg most azonnal, hogy rohadj meg, hogy nem vagy a kettes pénztárnak. Köszönjük szépen, hogy megrohadtál. Tehát nagy, nem, tehát hogy az, hogy le lehet így, le tudod fordítani. Tehát hallod a szavat? Igen, mert teljesen mindegy, hogy mit mondasz, hogyha, hogyha te azt más tartalommal töltöd meg, hogyha azt más tartalommal töltöd meg, mint ami egyébként a szándék lenne, meg mint ami egyébként a közösség idegrendszerének az érdeke lenne, akkor azt szerintem akkor nagyon durván ilyen, nem tudom, láncfűrésszel vágunk bele a saját életünk sejmébe, bazd meg. Tudnál egyébként instruálni, lenne egy ilyen mondat, és nem tudom, hogy hogyan lehet ezt a legjobban kifejezni. Így szól, Márkó, nagyon-nagyon elegem van belőled, utállak, nem akarok veled többet barátkozni. Ezt hogyan tudnám a lehető legjobb jelentéstartalommal hangsúlyozni? Hát szerintem annál jobban, hogy nem tudom, hány tízezren néznek, hallgatnak benneteket, mint hogy most belebuktad ide a mikrofonba. Szerintem ennél jobban nem tudsz betalálni. De nem, mert tetszett, mert a szavak, amiket mondtál egyébként bántó volt, tehát olyan volt, de mint egy jégeső, egy jégeső úgy pattogott a hátamon, de közben kisütött a nap egy picit, tehát az, hogy a felhők fölött mindig kék az ég, mert dióbarna hangon mondtad, és ez simogatott. Köszönöm szépen. Dióbarna hangod, ezt alkalmazni fogom. Kicsit olyan érzésem van, hogy senki sem tud semmit se. De én se. Tehát, hogy én se. Tehát fogalmam sincs. Tehát, nem. Tehát, hogy bárkit megkérdezel, hogy ez a dolog? És akkor azt mondja, hát nem tudom, Marika, meg kell kérdezni a főnök, meg az osztályvezető, majd jövő héten, majd máskor, majd holnap, majd soha többet, tehát legyen szíve. Tehát, hogy nem tudjuk, tehát ez a nem tudjuk. Van egy pajtikám, egy nagyon kedves barátom, aki csinált egy olyan oldalt, az a neve, hogy A4-es ország. Azt követem, ne viccelj. Az megvan? Persze. Na és hát az vagyunk mi. A mai termés, pont mikor jöttem ide, előtte végigpörgettem, hogy mi az újdonság, és akkor van egy ilyen, hogy A4-es papír, valahonnan kimásolta nyomorult egy logót, de az is lehet, hogy körbevágta és rátette azért a fénymásolóra. Hát egy ilyen mozgáskorlátozott piktogram, és akkor az volt oda írva, hogy tolóajtó, zárójelbe húzni. Na ez vagyunk mi. Tehát nem tudom, képbe vagytok-e. De ha már itt tartunk, nagyon kiborulok attól, amikor rá van írva olyan fóliával, hogy átlátszik, tehát csak a betűnek van kontúrja, és mögött átlátszik, rá van írva, hogy tolni, viszont üvegajtó, és a másik oldalára húzni. És én azonnal a tükörben is olvasom, és nem tudom, hogy most tolni vagy húzni, és természetesen négy szárnyom az ajtónak, és mindig negyedikre találom el. A4-es ország vagyunk. De senki nem tud semmit, na. Maradjunk ebbe. Ha meg akarjátok bolygatni a magyar postarendszert, akkor menjetek be egy postára vásárolni egy borítékot. Mert hogy ezt a múltkor elkövettem, egy ilyen 3-4 órás procedúra volt, és a végén nem tudtam vásárolni borítékot, mert hogy amúgy mert pénteken hoztak, de hogy amúgy az elfogyott, mert mindenki azt keresi. Mindenki azt keresi. Lévén, hogy egy postán vagyunk. De ezért tudsz venni meg rágógumit, meg sorsjegyet, meg biztosítást, meg ezért, azt tudsz venni kötvényt. Szóval, hogy az edzőteremben szaunába ülök. De te jársz, és te edzőterem az edzőterem jár hozzám. Ja, értem. Hát a pornos karrierhez nyilván kell valamint ki kell dolgozni a felsőtestet, de hát még nem tartunk ott, tehát hogy ez ugye egy folyamat. Meg hát ugye ez egy örök küzdelem. És akkor ülök a kis törölközönben ilyen. Alapból a szauna az olyan megalázó. Egyrészt oda jár a nem tudom, Semmelweis Egyetem külföldi úszó, mi ez, vízilabda csapata. És akkor én így középen. És akkor nem baj, hogy dobok még rá, pici. Meg így, nem baj. És ugye ezeknek olyan ajtajuk van, hogy ilyen áttetsző, de tükröződő. Úgynevezett tejüveg.
Tehát szembesülsz is azzal, hogy ja, nem, milyen nem nyomorult vagy. Tehát látod is. Én magamban nem tükröződ, nem látom tükröződve, viszont ugye én kilátok, de aki kint van, az nem lát be, hanem tükröződni. Ja, értem, de azért aha. Átlátszik. De azért ennek legalább örülhetné. Hogy legalább, aki kint van, az de ez nem. Az, mert nem, de belát, csak hogy van rajta aha. Ugye egy tükröződés. Aha. Ott áll a csávó kint, és elkezdi magát fotózni abban az ajtóban, ami mögött én ülök, kellemetlenül, félmesszenül, törölközőbe, izzadtan, ilyen ráadásul megalázva, tényleg így fel, nyársra húzva, megforgatva a lángok fölött, és a csávó magát fotózza, miközben én meg tudom, hogy amúgy a kamera hátterébe valahol én is ott ülök, és nyársra húzva, ezt te magad mondtad. Nyársra húzva. Nem tudom, hogy, de kik húztak nyársra téged? Hát nem, hanem, hogy ott én ott fűzök ebben a pornos szajrét. Van az a póz, van az a, igen, tehát, hogy akkor te ott pöröksz a nyárson. Az ökörsütés cím póz. Igen, ökörsütés. Na, egyébként beszéljünk. De nem a vízilabdás fiúknak köszönjük. Nem arra gondolom. Én az egészet összeraktam már egyébként, ahogy mentél a szauna, elromlott a kazán. Nem, szóval ott fűvök ebben a 40 fokban, vagy nem tudom, 50 fokban, és szóval ennyi a történet. Arra ez jó, de nem, arra jó. Ez... Egynek jó, nem? És akkor mindig tesznek rá még bazd, meg ilyen eukaliptuszos izé, ilyen olajakat, és úgy csinálnak, mintha jó lenne. A senkinek nem jó. Tehát a senkinek nem jó, és akkor kibírja tovább, ilyen rozmárokat ülne. Miért nem jó? Mert ha sokáig maradnánk ott, meghalnánk, és a szervezetünk jelez, hogy ne maradj benn sokáig, pici, mert meghalsz. Nem maradok pici. És ez egyszer fordul elő, vagy? Ez most egyszer fordult elő. Ja, mert azt hittem, hogy többször előfordult, és akkor megkérdeztem volna, hogy mindig ugyanaz a csávó van ott, aki fotóz. Akkor lehet, hogy akkor engem elkezdtél fotóz. Elgondolkodni. Nem, ez az egyszer... Én azon is csodálkozom, amikor véletlenül így fölismernek az utcán, de esküszöm, hogy nem azért mondtam, hogy véletlenül, mert azért tudok úgy közlekedni, hogy nem tudom, én 50 000 emberből 2 szólít le. És akkor azt mondják, hogy akkor egy autogramot. Ó, hát nincs, hát papír, hát nincs. És akkor egy kávéház teraszáról elvesz egy szalvétát, és akkor a szalvétára ráírom a nevemet. És, tehát ennél, és akkor az úgy... És nyilván a következő költözésnél kidobja, vagy 5 év múlva se tudja, vagy nem, vagy én nem tudom ezt elképzelni, hogy ez, hogy erre miért van szükség, ez egy ilyen birtoklási vágy. Valami, megjegyzem, nekem valahogy. Van egy Miki Egeres papír, jegyzetfüzetből kitépett ilyen papírfeszni, egy José Carreras aláírásom, jó, hát ami egyébként Carreras, lehetne, okay, de lehetne bárkié, tehát meg nem mondod, hogy az José Carreras, mindig hozzá kell tennem, hogy az José Carreras aláírás, de azt meg kihattam volna én is. Mondhatnám, hogy Pavarotti, hát akkor miért érném be Carrerasszal, nem? Amit én nem értek, az az, hogy mondjuk, ha nem is, hogy odajön egy autogramért, vagy egy közös képet, de hogy amikor lefotóz téged, tehát hogy az neki miért jó, hogy ő bizonyíthatja, hogy ő látott téged? Tegyük fel, hogy tényleg valakinek nagy élmény velem találkozni. Vagy nekünk nagy, kivel. Nekünk jó, nagy, nem tegyük nem fel, nekünk tegyük nagy. Fel. Jó, nekünk tehát nagy. Most anélkül, hogy nehéz az embernek magáról beszélni. De ő neki nagy élmény az, hogy találkozott velem, lefotózza magát velem, és utána megmutatja valakinek, akkor elmondom azzal valakivel, mi fog történni. Egyrészt, ha annak is egy olyan nagy élmény lenne, hogy velem találkozzon, akkor így lesz rá. De meg azt nem fogja ő meg... Tehát azt... Értem, hogy hova akarsz kiukadni. De azt nem fogja megkapni azt az élményt, igen. Ami a velem való találkozás adott esetben, hát ha mégis tényleg élvezetes. Vagy így lesz rá, vagy leszarja. Vagy leszarja, tehát van ott egy fotó, egyesek meg nullák egy kurva telefonon. Egy nyilvánvalóan szar fotó, tehát azért nem rohangálnak a selfie zsenik se. Általában én szoktam azért megcsinálni, figyelj, gyere már, fordulj már a fény felé, és akkor azért hosszabb a karom, ad ide. Mert látom, hogy egy ilyen plafonos, vagy egy ilyen sziluettes, nem tudom micsoda, és hogy az annak meg csak, tehát annak meg csak annyi lesz, hogy aha, tehát ez egy igen. Fotó, van egy kétdimenzió, egy ekkora fotó, egy csávóról, akit tudod, mint hogy szoktak, ez az a búzi abból a szarból, tudod. Pontosan, nekem ez van a Wikipédián a neve alatt. Na. Na
Barna, minek örültél a héten? Képzeljétek el, hogy egy, a hétvégén egy barátomék bigoszt főztek. Tessék? Bigos. Az mi az? Bigos. Ne. Bigosz. Ez a lengyeleknek a székelykáposztája, és valami zseniális. Gomba van benne. A lengyelek székelykáposztája. Igen. Vagy a székelyek lengyelkáposztája, ugye attól függ, hogy hol csinálják. Szálljátok már le rólam, tényleg egy dolognak ülök az életben, és abba is bele... Igen, aszalcíva van benne, meg csiperke gomba. Nagyon jó, próbáljátok ki. Jó, elkeveredhetett a meghívom. Én annak örülök, hogy a fél éve költöztem, és pont ez a fél év, ez a mágikus fél év, és most sikerült az utolsó kartondobozt is felszámolni, és betenni egy fiókba, ahol természetesen nem az lesz a végső állomás, de innen már csak egyszer kell látni. Tehát most már csak ilyen 5-10 köbméter szemetet rejtegetek a fiókjaimban. Én ennek örülök. Zsolt? Hát hasonló az örömöm. Én végre ezen a héten elmondhatom, hogy építettem egy stúdiókonyhát, aminek az a neve egy fotokicsön, és ezen a héten vertem be az utolsó szöget a falba. Na. Ami azt jelenti, hogy most van kész. Hát persze még ilyen, tehát egy ilyen sosincs kész, tehát mindig lehet fejleszteni, de most van kész. Jó, figyelj, akkor a jövő héten beszéljünk erről a fotokicsönről, majd többet. Oké. Okay. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, várunk vissza. Manchester United. Csúminiszter. Csákányi László.